Jó estét kívánok, köszöntöm nagy szeretettel a Szombathely Ma közéleti magazin műsor nézőit. És én azt gondolom, hogy ma este egy igazán szép, és azt hiszem, hogy aktuális témáról beszélünk majd. A megújuló tanárképzés lesz a ma esti vita témája. Egészen pontosan azokról az emberekről beszélgetünk majd, ahogy remélhetőleg olyanok lesznek, mint amilyenek a mi pedagógusaink voltak, akikre büszkék vagyunk, és akikkel alig várjuk, hogy találkozzunk a találkozókon, akik végigkísérték az életünket, a rosszaságainkat, csintevéseinket, akik megdicsértek bennünket. Tehát azt gondolom, hogy fontos személyiség a pedagógus, és talán jó hír az, hogy 2013. szeptemberétől indul újra a kétszakos osztatlan tanárképzés is. A stúdióban köszöntöm vendégeinket, professzor dr. Molnár Katalin, elnök dékánt, a Nyugat-Magyarország Egyetem Szaván Egyetemi Központjától. Jó estét, köszönöm szépen, hogy eljött. Fodor István igazgatót, a Szombathelyi Tankerület részéről köszönöm szépen, hogy itt van velünk, jó estét kívánok. Módos Tibor igazgatórat, a Kanizsai Dorottya Gimnáziumból, jó estét. Köszönöm, hogy itt van velünk, és dr. Iker János főigazgatórat, a pedagógiai szakértőt, a Nyugat-Magyarország Egyetem részéről, jó estét, és köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Annyit hozzá kell, hogy tegyek még Iker János főigazgatóhoz, hogy ő a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpont igazgatója. És köszönöm szépen, hogy ezt hozzátehettem, mert én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hírű kutatóközpontról beszélünk ez esetben. Úgyhogy köszönöm, hogy itt van velünk. Hol kezdjük? Kezdjük talán ott, hogy jogszabály szerint miként indul majd akkor ez a 2013-as osztatlan tanárképzés, kétszakos tanárképzés, hiszen már a jelentkezések meg is történtek. Mondjuk sok mindent nem tudom, hogy tudunk-e arról, hogy miként fog alakulni. Nem is erről beszélünk, hanem inkább arról, hogy megvannak ennek a szabályozói. Elnök asszony. Igen, tehát a felsőoktatásban mondhatjuk azt, hogy a bolognai rendszer bevezetése előtti rendszerhez térünk vissza, de ez csak a tanárképzésre vonatkozik, tehát a tanárképzésben megszűnik, azaz késleltetetten és csúsztatottan fog megszűnni az osztott tanárképzés, és szeptembertől indul ismét az osztatlan tanárképzés, amely visszatér ahhoz a kétszakos rendszerhez, ami korábban volt. Ebben az esetben lesz nekünk 4+1-es, az a plusz 1, ez nagyon fontos, mert egy év gyakorlati időt jelent. Ez az általános iskolai tanárképzés, és 5+1-es, ez pedig a középiskolai tanárképzés. Párosíthatók általános iskolaival, általános középiskolaival, tehát nagyon széles lesz az a választási lehetőség, amit biztosítunk a jelentkezőknek, és reméljük, hogy ez az új képzés, ha nem szeptembertől, de lassan meg fogja hódítani a fiatalokat, és visszajönnek ebbe a programba. Tehát ez azt jelenti, hogy szeptembertől még nem indulnak ezek a szakok? Indulnak. A Nyugat-Magyarország Egyetemen, itt Szombathelyen, a Szavári Egyetemi Központban körülbelül 40 szakpárban hirdettük meg. Nagyon reméljük, hogy ezekből a szakpárosításokból indulni fog körülbelül a fele, és akkor tovább tudunk lépni. Milyen újdonságok vannak még a törvény szerint? Miről lehet még esetleg említenünk néhány gondolatot? Mi az, ami változott, mi az, ami új lesz még azon kívül, hogy itt most ugye kétszakos pedagógus képzés indul? Hát ami fontos még, hogy mind a kettő egyetemi végzettséget ad, tehát mind a kettő mesterszak. Ez különbözteti meg a korábbi általános iskolai és középiskolai tanárképzéstől, és az is nagyon fontos, hogy az első 6 fél évben mindkét képzés ugyanazzal a programmal megy. Tehát az azt jelenti, hogy azért a pedagógus pályának, noha most ismét két osztatú lett, mégiscsak vannak olyan közös részei, ami egyformán fontos a középiskolai tanár és az általános iskolai tanár számára. Ugyan azt mondhatjuk, hogy Európában körülbelül 196 féle út vezet a tanárképzésig, az elég nagy szám, ez 30 ország kutatásából derült ki, és ennek a 80%-a az bolognai rendszerű, és körülbelül a 20%-a az, ahova mi most visszatértünk. Olyan jó, hogy ezt most így mondta Iker János, mert most össze tudjuk hasonlítani. Szóval melyik a jobb? Valamennyien, akik itt ülnek, részt vettek a korábbi képzési formában. Valamennyien, akik itt ülnek, átlátták, hiszen képeztek részletek a képzésben a bolognai rendszerben is. Így van. Tehát, hogy melyik a jobb, akkor lehet egyáltalán itt rangsort felállítani? Hát én gyakorló igazgatóként azt tudom mondani, hogy én úgy gondolom, hogy a bolognai rendszer első 3 évében nagyon sok olyan hallgató lehetett, de csak feltételezem, mert én nekem ilyen adataim nincsenek, akik azért úton útfélen elhagyták a pedagógus pályát már ott. Tehát más mesterszakot választottak. Én úgy gondolom, hogy az egységes pedagógus képzés ilyen tekintetben visszaadja a pályának azt a
döntési alapját, hogy akkor, amikor elkezdek egy valamilyen felsőfokú képzést, és én pedagógus szeretnék lenni, tanár szeretnék lenni, ezt szeretném csinálni, akkor már igen erős kötődése van, és végig is fogja csinálni ennek megfelelően. Hát azt meg csak üdvözölni tudom, hogy kétszakos tanárképzés van, mert hát valljuk meg őszintén, egy-egy iskolában nagyon nehéz dolog egyetlen szakkal valamilyen módon teljessé tenni a pedagógusnak az életét, és teljessé tenni a munkáját. És így nyilván lehetőség lesz arra is, hogy átjárhatóság legyen a képzés és az oktatás között, tehát az igényeknek megfelelő mennyiségű és szakos pedagógusokat lehet képezni. Jól gondolom? Feltétlenül így van, bár azt hozzá kell tenni, hogy nyilván a diákok döntését meghatározzák azok az elhelyezkedési lehetőségek, mindig is voltak népszerű tanárszakok, és azért az egy érdekes gondolatmenet lehet, hogy vajon mi az oka, hogy a természettudományos páros szakpárosítások annyira megcsökkentek az elmúlt időszakban, és bizony nekünk mind az oktatás fenntartóinak komoly nehézséget okoz bizony egy matek-fizika szakos tanár föltalálása a rendszerben, hiszen az elmúlt években nagyon sok ír szólt arról, hogy országosan 8-10 fizika szakos tanár kezdte meg tanulmányait mondjuk egy-egy egyetemen, miközben az év közben nyugdíjba menők száma több száz fő lehet, tehát nem ok nélkül vetem föl ezt a kérdést. Nyilván a dolog összefügg azzal is, hogy a természettudományos képzésnek azért a presztízséhez feltétlenül szükség van annak a műszaki gondolkodásmódnak a fejlesztésére, amit már itt különböző társadalmi folyamatokban ki lehet tapintani. Gondolok arra itt, hogy nyilvánvalóan az iskola rendszernek alapvető feladata, hogy a diákokat megfelelő tudással láss el, és ebben bizony minden területen meg kell valósítani azokat a képzési szakaszokat, hogy értelmes legyen tanulni, és a tanár is úgy élje meg, hogy aznap szintén azt a feladatát, amit vállalt, azt jól lehet ugye látni, és a diák is hasznos tanulmányokat tanuljon. Ebben a mostani átmeneti szakaszban, amikor az állami fenntartás megjelenik, nekünk most az a feladatunk, hogy áttekintsük, hogy hogyan állunk ezen a téren, és nyilvánvalóan a felső oktatás felé tudunk olyan jelzéseket adni, hogy hol van hiány, mik azok a szakképesítések, amelyekre igazán szükség van. Nem árulok el nagy titkot, az elmúlt hónapban egy országos humán erőforrás térkép készült a magyar iskola rendszerről, amelyben gyakorlatilag a jelenlegi állapot feltérképezése történt meg, és hát ebből lehet hosszú távon majd azt levonni, hogy hol szorít a cipő, milyen szakokra van igazából szükség. Nem a mi dolgunk itt, most kitaláljuk azt, hogy mondjuk egy 5-ös vagy 4-es, 5-ös matekos középiskolás gyermek, mondjuk miért nem matek tanárnak megy, vagy fizika tanárnak megy, nyilván a mérnöki pálya felé orientálódik, tehát őben elveszítettünk akkor egy jó matekos, de hát az is elképzelhető, hogy valamilyen jogszabályokkal lehet a gyerekeket irányítani a természettudományok felé. Jogszabályokkal nem. Akkor, ha nem is jogszabályokkal, de valami ösztönzéssel. Lehet akkor, ilyet? Akkor hadd mondjak egy példát, most abszolút, majd műsor előtt beszélgettünk, a mai naptól 13 országból van itt tanárképző szakember és minisztériumi ember, középiskolai igazgató, aki a Szombathelyen tanulmányozza a tanárképzést és a tanár továbbképzést. És amikor beszélgettünk, mind a 13 országról az illető elmondta, hogy milyen a tanárképzés és milyen a közoktatás. És egymás után volt a finn és a spanyol. Mondja a finn, hogy ő náluk 1000 helyre, vagy jövő 100 helyre 1000 jelenkező volt tanárnak. És azt mondja, az elmúlt években a felső 25-ből választottak, most már a felső 15-ből. Mondja utána a spanyol, ő könnyű helyzetben van, mert ő náluk az alsó 15-ből kerül ki a tanár, és hát mi valahol ott vagyunk a kettő között. Sajnos attól tartok, hogy egy kicsit közelebb a spanyolhoz, mint a finnhez. Tehát csak jogszabállyal nem lehet változtatni. Életpálya modell, komoly gyakorlat, persze természetesen a tanárképzésnek is meg kell újulni, olyan módon, hogy akkor kikerülő tanár tudjon választ adni az iskolába a problémákat. Elnök asszony jelezte, hogy 40 szakpárosítás. Hogy oldotta meg mondjuk akkor a Szabad Egyetemi Központ mondjuk éppen a természettudományi szakokat? Tehát hogyan próbálják párosítani? Gyakorlatilag minden mindennel párosítható. Ez nagyon tehát jó. Itt a jelentkezők választhatnak nagyon
szokványos és kevésbé szokványos szakpárok közül. Nagyon reméljük, hogy az elkövetkezendő időszakban jelentkezők száma növekedni fog. Az a lehetőség is fennáll, hogy valaki bejön az alapképzésbe, és egy év elvégzése után úgy dönt, hogy az alapképzési rendszerből, tehát egy bolonyai szakból átmegy egy tanárképzési rendszerbe, természetesen akkor egy évet be kell pótolni a plusz választott szaki esetében, de a törvény erre lehetőséget ad. Tehát mi azt is reméljük, hogy jó példával lehetőséget tudunk adni már akár a bent lévő gyerekeknek, hogy a tanárszakra jöjjenek, hogyha ők úgy gondolják, hogy ez a pálya vonzó számukra. Ez gyakorlatilag nem csak az általános iskolai, hanem már a középiskolai tanárképzésnél is jelentkezik, már itt nálunk Szombathelyen is. Tehát gyakorlatilag az átállás úgy történt meg a bolognai rendszerből, hogy abban az esetben mindenhol, ahol a bolognai rendszerben van tanárszak, az regisztrálhatta azt a szakot az intézmény általános iskolai szakén, és abban az esetben, hogyha disziplinális mesterszak van abból a szakból, akkor középiskolai tanárszakot is regisztrálhatunk, kivétel az angol és a német, mert abban az esetben megvan a kivétel, hogyha rendszerünkben megvan a szak, a bolognai rendszerben akkor általános iskolai és középiskolai szakként is lehet indítani. A középiskoláknak mi lenne a jó, hogyha mondjuk reál-reál párosítású pedagógus menne, humán-humán párosítású vagy humán-reál szakot végzett valaki jönne? Nem hiszem, hogy ennek jelentősége lenne, tehát ebből a szempontból egy reál szakos humán tantárgyal párosítva ugyanolyan nagyszerű. És szükség munkát, lenne így is? Szükség lenne, természetesen, hogyne. Tehát ez ebből a szempontból nem releváns. Tehát bármilyen szakpárosítás ilyen tekintetben jól készült jöhet. Is, sőt, is erre valami felmérés esetleg, hogy mondjuk középiskolákban hol vannak a hiányok, mely területeken van hiány tanárokból? Hát én nem hiszem, hogy csak középiskolában vannak hiányok, vannak máshol is hiányok. Igen, csak egyébként, ugye most a középiskolában beszélgetünk, hogy... Én inkább olyan, hát hiányok vannak. Utánpótlásról látszik, hogy nincsen. Tehát ebben a pillanatban azt mondom, hogy még úgy gondolom, hogy alapvetően van, különösen közismereti tantárgyakból még található. Az már egy másik kérdés, hogy szakmai tantárgyak oktatásánál ez hogy néz ki ebben a pillanatban. Szerintem ott sokkal súlyosabb a helyzet. De mondom még egyszer, az, hogy milyen párosítás van, az különösebben nem befolyásolható. Sőt, kifejezetten érdekes és jó is lehet ebből a szempontból. A Szabad Egyetemi Központot, ez az új felállás, ez milyen plusz feladatok elé állította? Tehát, hogy melyek voltak azok a feladatok, amelyeket most meg kellett oldani az átállás kapcsán? Voltak ilyenek? Én egyik oldalról nagyon jelentős, hogy a meglévő szakrendszerbe ezt be kell illeszteni. Mm. Tehát gyakorlatilag egy olyan programharmonizáción dolgozunk, hogy ha kisebb létszámban jelentkezek is bizony szakpárra, akkor is meg tudjuk oldani az oktatást. Tehát elkötelezetten amellett vagyunk, hogyha ide jelentkeznek a gyerekek, akkor tudjuk biztosítani itt a képzésüket. Azt is tudjuk, hogy szükség van a régióban az általunk képzett tanárokra, tehát azt a luxus nem engedhetjük meg maguknak, hogy azt mondjuk, hogy bizonyos programot nem indítunk, bizonyos programot indítunk, tehát feltétlenül szükséges, hogy indítsuk ezeket a programokat. Onnantól kezdve a gyakorlatba való bevitelük, tehát a gyakorló iskolákkal való együttműködés roppant jelentős a számunkra, és ebben Iker Jánoséknak és a Pedagógus Képzőközpontnak egy óriási szerepe van. Ezért is jó a számunkra, hogy Szombathelyen együtt van minden, ami a tanárképzéshez szükséges a kezdetektől, akár a továbbképzésig, és már a régebben úgy mondtuk élethosszig tartó tanulásig, de Iker János ezt sokkal szebben el fogja mondani. Köszönöm. Arról, hogy ha szakmailag nézzük ezt az új tanárképzést, és leszámítjuk belőle a politikai salangot, akkor ennek a legfontosabb része az, hogy közele viszi egymáshoz a közoktatást és a felsőoktatást, a pedagógus képzést. És ha valahol, hát itt Szombathelyen azt gondolom, itt a kollégákkal, akikkel szinte napi kapcsolatban vagyunk, ez különösen előnyös lehet, hiszen pont ez a Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpont, ami egy kicsit a pedagógiai intézet utódja is, ezt a szegmens képviseli, amit úgy hívunk most már, hogy nyugat-magyar modell, amikor azt mondjuk, hogy nem a saját bajainkkal kell foglalkozni, tehát nem egy ilyen önvizsgálatot kell állandóan tartani, mitől rossz a tanárképzés, hol vannak a problémák a közoktatásban. És erre kell kutatást készíteni, a kutatás eredményeképpen fejlesztéseket, programokat csinálni, és ezeket csináljuk mi, azt rögtön kirakni a piacra, és ebből van bevétel, és ezt rögtön bevinni a képzésbe. Így lesz valami módon az elmélet, a kutatás és a gyakorlat összhangja. Talán ebben vagyunk egy picit előbbre az országnál, de mindez, hogy ez működjön, ehhez kell hallgatni. Én azt gondolom, mindig is előbbre jártunk, nem? Tehát azért a pedagógus képzés, a tanárképzés Szombathelyen
országosan elismert volt mindig is. Igen, most megint lehetünk egy ilyen faj súlyos helyszín. Igen. Erre készüljünk? Mi erre készülünk? Ők várják a jutalmat. A kérdés az, hogy megvan erre. Hát gyakorlatilag az egyetem részéről megvan a fogadókészség. A társadalom részéről, illetve a politika részéről ugye el is hangzott az, hogy megvan-e az, hogy most akkor igen, szóba te ismét a tanárképzés egyik felelőt. Azt hiszem három dolog kell hozzá. Az egyik az, hogy legyen hozzá szakmai program, ez van. Hogy legyen fogadó, ez a harmadik. Ez hogy legyen hozzá politikai akarat, hogy jól megfizetett legyen a pedagógus. Azt gondolom, hogy most ez a szegmens hiányzik. Igen. Részben ehhez valamit már tett az állam, elég későn, hogy adott állami helyeket és ösztöndíjat. Igaz, ezt a jelentkezések előtt három nappal nem túl erős sajtókampányban jelentették be, és ez biztos, hogy megmondom. Erről egyébként a mai műsorunkban beszélünk, de hogy látja a tankerület részéről a vezetőnk, hogy lesz ennek politikai... Hátszele, úgy mondjam, hogy Szombathely akkor most megint egy kicsit a tanárképzés fellegvára lehet? Hát nehéz ezt külön választani, hogy mondjuk melyik képzési centrum vagy melyik képzési központ kap valamilyen politikai támogatást. Én azt gondolom, az egész magyar oktatás politika az irányban elkötelezett, hogy maga a pedagógus képzés és a pedagógus pálya az egy ismét a társadalmi rangjának méltó megbecsülést tudjon elérni. Nem véletlenül kiélezett kérdés az, hogy bevezetésre tud-e kerülni most szeptember 1-ével a pedagógus életpályamodell, hiszen valljuk be az a példa, amit Iker János úr mondott, hogy Finnországban az 1000-ből válogatják ki azt a 100-at, akiből tanár lesz, akik nyilván a legjobbak, és hát azért meg lehetne kérdezni azt az 1000 embert, hogy miért oda ment. Nyilván olyan életpálya lehetőségét választja ezzel, amely vonzó. Ma Magyarországon sajnos azt kell mondjam, hogy egy hosszú mulasztása van az előző időszaknak arra vonatkozólag, hogy a magyar társadalomban a pedagógus hát sem szakmailag, sem anyagilag nem azon a helyen van, ahol kellene legyen, holott szülőként is vagy bármelyikünk megerősítheti, hogy milyen fontos egy jó tanár személyisége, egy egész életre meg tudja határozni egy adott fiatalembernek vagy egy fiatal lánynak az életszemléletét, életútját. Tehát én azt gondolom, hogy most mindenképpen megvan a lehetőség arra, hogy központilag olyan rásegítő rendszerek indulnak be, nem csak az életpályamodellre gondolok, hanem akár az új szakfelügyeleti rendszerre, akár azokra a megye központi együttműködésekre, nem véletlenül mondja János, hogy szinte napi kapcsolatban, nem szinte, hanem ténylegesen az utóbbi időben napi kapcsolatban vagyunk, hiszen együttműködünk ezzel az intézettel és azokkal a kollégákkal, akik a tanárképzésben érintettek, hiszen nekünk is alapvető érdekünk, hogy az iskoláinkban a megfelelő utánpótlás biztosítva legyen. És én azért megyek egy picit tovább, mert én végig arra gondoltam, hogy itt mi egy regionális képzést folytatunk. Tehát sem Győr-Moson Sopron megyében, sem Zalában, sem Veszprém megyében, jó, mondjuk Kaposvár ott van, tehát Somogyban van képzés, de azért mi mégiscsak ezt a térséget kell, hogy ellássuk majd pedagógusokkal, és ez egy óriási nagy dolog, de most beszéljünk egy picit a másik oldalról, a hallgatóról is, hiszen említésre került, hogy adott a szakmai háttér, adott gyakorlatilag az elkötelezettség, de legyen hallgató. Szóval ezek a mai fiatalok, ezek mennyire elkötelezettek a pedagógus pálya irányába? Már azok közül is kérdezem, akik már jelentkeztek és esetleg ide járnak hozzánk. Szóval magához, a szakmához való kötődésük, elkötelezettségük, az milyen, lehet ezt tudni, mit tapasztalnak a vendégeink? Elnök asszony, hogy látja? Aki a rendszerben bent van, ő jelentős elkötelezettséggel rendelkezik. Azt tudni kell, hogy a bolonyai rendszerben, főképp nappali tagozaton nem tömegképzést folytatunk. Tehát itt nagyon-nagyon válogatott gyerekek vannak, akik odáig eljutottak, hogy szeretnének tanárok lenni. A másik oldal a már gyakorló pedagógusok, tanáraink számára a továbbképzés és a magasabb szintű diploma megszerzés, ami egy óriási igény. És ezt mi nagyon üdvözöljük, és ebben a mi regionális szerepünk abszolút mértékben meghatározó. Merem remélni, hogy vannak olyan szakjaink, vagy szakpárosításaink, amelyek a tágabb régió számára is nagyon vonzóak. Tényleg igaz, hogy Vas megyében mi vagyunk, Győr-Sopronban és Zalában tanárképzés nincs, Veszprémben bizonyos részei vannak, de az már egy másik régió, úgyhogy mi elkötelezetten azt valljuk, hogy ehhez a régióhoz nagyon szoros kötelékek fűznek, ebben a régióban mi vagyunk a meghatározók, de a korábbi időszakban is voltak olyan
elit szakjaink, vagy unikális szakjaink, amelyek meghatározók voltak, és reméljük, hogy ezek lesznek a későbbiek. Köszönöm szépen. Bízunk abban, hogy elkötelezettek lesznek majd azok a diákok, akik jelentkeznek tanárszakra. Most azonban nézzük meg azt, hogy akik most itt vannak, miként vélekednek a pedagógus pályáról. Egy kis összeállítás következik, aztán folytatjuk a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy tanárnak menni ma veszélyes. Ezt azért mondom, mert a diákok annyit változtak az évek folyamán, hogy majdhogy nem, hát hogy fogalmazom, a diák irányítja a tanárt, és nem a tanár a diákot. Tehát megfordult ez a felfogás, hogy a diák legyen az, aki igenis szót fogad a tanárnak, mert ő tanítja, és tiszteli ezért, hanem majdnem, hogy a tanár az, aki már fél a diáktól, mert nem mer neki fegyelmezni, mert csak azzal megy utána a diák, hogy szól a szülőmnek, aztán pont. Szerintem nem. Ma már nem jó ez a pálya. Nem hiszem, hogy sokan erre mennének. Én is voltam diák, kisiskolástól, ugye most már egyetemre járok. Itt egyetemen azért elég komolyak az oktatók, de középiskolában már a tanároknak nincsen tisztelete sajnos. És ezért én nem is gondolkodtam ebben, hogy most én tanári pályára induljak. Egyre kevesebb a fizetés, egyre több a munka, kevesebb az egyetem. Több munkáért kevesebb pénz, így röviden, ennyi. Szerintem ez biztosabb munka, mint akármi más, és itt tényleg kreatívan tudunk dolgozni, meg tudjuk valósítani a gyerekekkel azt, amit tanultunk, és saját magunk urai vagyunk az órán belül. Egyáltalán nem vonzó. Miért? Hát én nekem speciál azért nem, mert gyerekekkel kell foglalkozni. És úgy gondolod, hogy ez meghaladná erőidet? Igen, türelmemet, meg minden egyebet, úgyhogy nem. És mi az, amiben te inkább látod a jövőt, mire jelentkeztél? Hát én környezettanszakon vagyok most végzős, úgyhogy nem igazán ebbe látom a jövőt, de hát erre jöttem. Úgy gondolom, mostanában egyre kevésbé vonzó ez a pálya, mert mint a tanári fizetés elég kevés, nehéz elhelyezkedni ezzel, mert sok az idős pedagógus, aki betölti a helyeket, és így nehéz elhelyezkedni mindenképp ezen a pályán. Te nem is választottad ezt éppen ezért? Nem. Én andragógia szakos hallgató vagyok. Hát abszolút nem, szerintem, mert ugye a fizetések nem a legjobbak, mert elég sok a gondok így az oktatási rendszerben, meg ennek a gyakorlati kivitelezésénél. Tehát, de mondjuk ez a legtöbb területre igaz. De én azon a szakon is vagyok, tehát környezettanon és földrajz tanárin. Tehát akkor azért mégiscsak volt valami, ami vonzott ehhez a részhez. Persze, hát tanítani mindig jó. Az érték. Átadni a tudást másoknak. Számtalan vélemény elhangzott itt a már itt tanuló diákoktól, hallgatóktól, és nagyon sok értékes információ a folytatáshoz. Én azt gondolom, hogyha ezek a fiatalok korábban ismerték volna az életpályamodellt, hogy egyáltalán mi vár rájuk majd, mi ez az életpályamodell, és azon belül majd ők hogyan tudják elhelyezni a saját kis életüket, talán másképp nyilatkoztak volna. Lehet, hogy nem is jönnek, illetve az is elképzelhető, hogy egy más irányba mennek majd. De beszéljünk a szeptembertől startoló életpályamodellről. Melyek a legfontosabb elemei ennek a modellnek? Hát alapvetően azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon sokszor azonosítják az életpályamodellt egy kvázi fizetésemeléssel, mert ugye ezzel lehet jól népszerűsíteni, hogy valóban ugye más kondíciók közé kerülnek a pedagógusok. De alapvetően ez csak az egyik eleme. A talán még fontosabb eleme, hogy alapvetően egy kiszámítható, mérhető és a munkának a minőségére alapuló életpályáról van szó, aminek tulajdonképpen az a szerepe, hogy szakít azzal a jelenleg szerencsétlen állapottal, hogy egy 24-25 éves ember lediplomázik tanárként, és esetleg nyugdíjba megy tanárként, és tulajdonképpen szakmailag, hát
csak leginkább a saját elhivatottságára, igényességére van bízva, hogy ő mennyire képzi magát. Igaz, hogy volt eddig egy 7 éves továbbképzési ciklus kötelezettség, amit ugye teljesíteni kellett különböző továbbképzésekkel. Alapvetően azért ezek meglehetősen beszűkítették ezt az életpályát. Nem volt igazán megmérve sem a szakmai elhivatottság, sem pedig hát anyagilag nyilván nem is nagyon jelent meg. Tulajdonképpen az életkorral léptek előre a pedagógusok. A jelenlegi rendszer felváltja ez az életpályamodell, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy minden szintlépésehez valamiféle minősítésen kell túljutni a tanárnak. Ugye a pedagógus életpálya kezdetén egy gyakornoki időszak kezdődik, ami egy nagyon erős mentorálással van összekötve. Ez is nagyon lényeges, azt gondolom, hogy egy kezdő pedagógust nem lehet csak úgy bedobni a mély vízbe, hanem mindenképpen kell egy tapasztalt kolléga, aki segíti. Ez egy 2-4 éves időszak, ami után egy vizsgát kell tennie a gyakornoknak, és akkor a pedagógus egy szakaszba kerül. Ugye alapvetően 4 szakaszt sorol fel a törvény, a pedagógus gyakornok, a pedagógus 1-2, illetve van a mestertanár és a kutatótanár kategória, ami egy kicsit párhuzamos, attól függően, hogy ki milyen szakmai irányba mozdul, és minden ilyen szint lépéshez egy minősítési folyamat társul. Ezeket független szakértői bizottság előtt kell megtenni, mi bízunk abban, hogy ez egyik oldalon motiváló, másik oldalon pedig nyilvánvalóan egyfajta egyenletes teljesítményre sarkalja a résztvevőket. Tehát mondjuk azt, hogy az állam többet ad a pedagógusnak, de egyfajta minőségi munkát vár el, azt gondolom jogosan az egész társadalom érdekében. Az, hogy többet ad, ez gyakorlatilag a garantált magasabb juttatással így jár van. Együtt? Így tehát van. Akkor gyakorlatilag van egy anyagi ösztönző Abszolút. Is ebben, tehát nem csak az ösztönző, hogy szakmailag fejleszt a saját magát, hanem végre anyagilag is elismerik azt, hogy ő egy magasabb szintre szeretne lépni önerőből, tehát saját maga elhatározásából, mert bárki megragadhat bármely szinten, ugye? Hát gyakornok innen. Jó, hát nyilván gyakornok innen lehet. Valahonnan azért csak tovább kell lépni egy szinten magasabb. Van egy nagyon fontos háttér dolga ennek, az pedig az alapvetően az attitűd. Hogy nem mindegy, hogy ez egy kirovó, feltételeket állító rendszer, és ezt át kell ugranod pedagógus, hát ugrod jó, ha nem. Ugyanis, ha ilyen a pedagógus, a társadalom, akkor a pedagógus ilyen lesz a gyerekkel. Igazából a támogató attitűd lenne jó, amikor azt mondjuk, hogy szeretném, ha ilyen lennél, és ebbe támogatlak. És ugye ez az iskolai attitűd is a megfelelő, meg ez a pedagógus pályás. Tehát hiába vannak oda kirakva a pénzek, kitéve a címek, ha ez csak abból áll, hogy ki tudja átugrani. Akkor egy rossz attitűddel állunk hozzá. Ezért van az, hogy Nyugat-Európában nem a tanár továbbképzés, az életpálya modellt emlegetik, hanem az élethosszig tartó szakmai támogatást. Ez kell. Ugye, tehát akkor a jó pedagógus az olyan, mint a jó pap? Igen, egyrészt. Nyilvánvaló a másik, építeni arra a pedagógiai alapelvre, ami a legfontosabb, hogy építs a pozitívumokra. Most vagyok az igazgató, de csak azért, mert a bejátszás alatt arról is beszéltünk, hogy az igazi pedagógus az nem csak az óráim pedagógus. Tehát, hogy az foglalkozik a gyerekkel, azért is gondoltam, hogy egyrészt a jó pap voltig tanul, ezt mindenki ismeri, és közhely lenne, hogyha ezt mondtam volna. De másrészt pedig a lélekkel is foglalkozni kell, tehát nem csak a szürke állománnyal, hanem valahol a lélekkel is. Sőt. Szóval én arra gondoltam egyébként, hogy egy szakmailag jól megalapozott pedagógus egyáltalán nem biztos, hogy jó, valóban jó pedagógus lesz. Tehát egy szakmai megalapozottság nélkül persze nem lehet kiállni a katedrára, ez teljesen egyértelmű, de pedagógusnak lenni ennél sokkal összetettebb és sokkal bonyolultabb dolog. Tehát pedagógusként egyszerre kell színésznek lenni, egyszerre kell, bocsánat a kifejezését, adott esetben még bohócnak is lenni, azért, hogy egy figyelmet le lehessen kötni, de ugyanakkor egyszerre kell a családot képviselni, tehát ott kell a gyerek háta mögött lenni, bármilyen problémára adott körülmények között válaszolni kell tudni, tehát nem lehet elmenni mellette. Tehát sok olyan gyerekről tudunk, azt hiszem mindannyian itt a gyakorlatunkból, akik mögött nem állott a család, és az egyetlen hely, aki igazából valamilyen támaszt tud nyújtani, az az iskola, illetve az a pedagógus, akivel igazán meg tudja osztani a gondolatait. Tehát akkor, amikor életpálya modellről beszélünk, akkor valóban nem csak arról van szó, hogy egy az ilyen, ugye János mondta, kirovó rendszer dolog, hogy na most ezt átugrom, akkor növekszik a fizetésem. Tehát nem csak erről szól.
Ugyanakkor azért, ha már életpálya modell, hadd mondjam azt, hogy jelen pedagógusai nem nagyon ismerik, hogy mi is fog, vagy mi várhat rájuk. Nyilvánvalóan valóban többé-kevésbé azon az alapállásponton vannak, hogy hát jó lenne, hogyha ez elindul, akkor azért több lenne a fizetésünk, és ez nem is vitatható. Valahol mindenkinek el kell kezdeni. Gondban vannak mondjuk az idősebb pedagógusok olyan szempontból, hogy hogyan fogják tudni teljesíteni ők, vagy mi lesz velük, tehát mi lesz a jövedelmükkel, hogy fog ez alakulni. Nyilván az jól hangzik, mert ez minden alkalommal hangzik, hogy kezdő pedagógus esetén, még gyakornoki státuszban is, azért jelentősen magasabb lesz a jövedelme, mint a ma pedagógusának. De mi van az átmenetiekkel, aki mondjuk már 4-5 éve dolgozik? Tehát azért nagyon sok szépen probléma köszönöm igazgatónak, egy kis látvett az én szerepemet is, dobjuk tovább a labdát. Szóval mi lesz azokkal a pedagógusokkal, mit tudunk válaszolni? Hát most konkrét pénzösszegekről nyilván nem fogunk beszámolni. Alapvetően azt gondoljuk, hogy a rendszert úgy kell elindítani, hogy azért ezeket az átmeneti időszakokat kezelje. Tehát mindahogy a pedagógiában minden jó dolog fokozatosan és felmenő rendszerben épül be, itt is nyilván ezt az átmenetet biztosítani kell. A másik, amit én is szeretnék megerősíteni, hogy ténylegesen az életpálya modell nem csak az anyagi ösztönzőktől és nem csak a szakmai támogatástól lesz vonzó. Ez ténylegesen alapvetően a pedagógus a személyiségével fordul a diák felé teljesen. Tehát amilyen ember olyan tanár tud lenni. És én azt gondolom, hogy alapvetően a legfontosabb dolog az értékeknek a helyreállítása. Tehát az egész ország jó működésének ezek az alapjai, hogy a tisztességes munkát tisztességesen megbecsüljük, a tisztességes hozzáállásnak érdeme van. A diák nagyon érzékeny, majdnem azt mondtam műszer, hihetetlenül gyorsan lereagálja azt, hogy az a tanárember, akivel szemben áll, az mennyire hiteles. És ez nem csak szaktudás kérdése, ez abszolút teljes mértékben az emberség hitelességének a kérdése, amit értelemszerűen lehet fejleszteni, szakmai továbbképzésekkel lehet motiválni, anyagi ösztönzőkkel is kell is, mert ebből élünk, és nyilvánvaló ma itt nagyon komoly elmaradás volt. Én azt gondolom, hogyha az iskolának a fellendítése a cél, és a magyar oktatás tényleg az elmúlt évszázadokban nagyon sok kincset, értéket letett az asztalra, és most is arra törekszünk, hogy ezeket az értékeket visszahozzuk. Ennek nagyon fontos eleme, hogy valóban az arra elhivatottak kerüljenek a tanári pályára. Köszönöm szépen, elnök asszony, most olyan sok minden elhangzott, hogy milyen lenne egy jó pedagógus. Elhangzottak pro és kontra érvek, nem csak tanítania kell, személyiségnek kell lennie olyannak, aki a gyerekkel foglalkozik, és nem feltétlenül csak tölcsér a fejébe akarja mondjuk a matekot, vagy bármi más dönteni. Szóval ha lehetőség lesz arra, hogy a jelentkezőkkel elbeszélgessenek, vagy valamilyen felvételin essenek keresztül, akkor mi a legfontos, mi lesz majd a legfontosabb? Hogy gondolkodik ebben? Az elbeszélgetés ugye felvételit jelent. Ebből a szempontból a kérdés, hogy szakmai vagy nem szakmai, alkalmassági, vagy pedig mind a kettő együtt. Melyiknek örülne jobban? Én mind a kettőnek együtt, tehát én nagyon szeretem látni a hozzánk jelentkezőket. Tehát van egy olyan ellenérv, hogyha a hallgatónak nagy, vagy a leendő hallgatónak sok helyre van lehetősége jelentkezni, akkor vagy ő járja körbe az országot, vagy pedig oly sok van egy intézményben, vagy nem, nincs idő meghallgatni őket. Én nagyon szeretem látni szemtől szembe, akik hozzánk jelentkeznek, és tanárok szeretnének lenni, akkor nem feltétlenül az a jó kérdés, hogy miért akar tanár lenni, mert azt sokan sokféleképpen megválaszolják, de mert szeretem a gyerekeket. Nem ez a válasz, sokkal inkább egyfajta gyere, 18 éves jelentkező esetében ez azt mondja, hogy elhivatottság, de hogy mennyire nyitott, mennyire befogadó, mennyire lesz képes arra, hogy a tudást továbbadja, és az osztályteremben annak a szerepnek megfeleljen, amiről már itt szó volt. Tehát ez egy olyan sok komponensű dolog, hogy egy személyes találkozás nélkül erről véleményt mondani nem lehet. Tehát feltétlenül szükségesnek tartom azt a fajta szóbeli találkozást, tehát szemtől szembe való találkozást,
ami segít bennünket abban, hogy el tudjuk, nem, hogy el tudjuk dönteni, de legalább valamiképpen értékelni tudjuk, hogy van-e affinitás a tanári pályára. Természetesen sokat segít a jó és a jobbak idejövetelében, hogyha az ösztöndíjrendszer, amit meghirdettek, az az ösztöndíjrendszer mindenkihez elér, és ennek alapján is el tudja dönteni, hogy azon túl, hogy én nagyon-nagyon szeretnék tanár lenni, azon túl számomra a tanulásomban támogatóként, tehát megfelelő anyagi támogatást is tudok-e kapni. Ez egy másik kérdés. Én azt gondolom, majd még visszatérünk elnök asszonnyal. Most Iker Jánostól kérdezném azt, hogy ugye a feljövő generációk, akár a technológiai robbanásokat veszük figyelembe, más és más módszertani dolgokat várnak egy tanártól. Tehát ma már nem elég az, hogy földrajzol alá legörgetek egy térképet a táblán, hanem mondjuk egy online összeköttetésnek köszönhetően megmondjuk azt, hogy most Párizsban itt az Eiffel-torony, és éppen 105-en vannak fent a torony tetején, mert mondjuk ezt is meg tudjuk mutatni ugye a műholdas összeköttetésnek köszönhetően. Szóval módszertanilag lehet ezt a lépést tartani? Milyen új módszertani elemeket kell a pedagógus képzésbe belevinni? Efelől vannak-e már valamiféle kutatások vagy eredmények? Vannak, de azért az iskola lényege alapvetően nem változik. Mm-hmm. Az én álláspontom szerint az iskolának kettős feladata van, és ezt elég sokszor elmondtam. Az egyik az, hogy adjon tudást, amivel most lehet boldogulni, mm-hmm. és adjon emberséget, élményeket, hogy a diák boldog tudjon lenni. Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy erre kell felkészíteni a tanárt, hogy ezt is tudja adni. Nem majd csak felnőtt korában legyen boldog, az iskolában is legyen neki boldogság. Akkor ketten örülnek ott. A tanárnak öröme lesz a munkába, a diáknak a diák életbe, és emellett könnyebb motiválni, könnyebb tanítani. Az természetes, hogy a mostani generáció, akit Y vagy Z generációnak hívunk, és aki tulajdonképpen az infokommunikációs eszközök napi használatában nő fel, azokat nem lehet a korábbi prelegáló módszerekkel tanítani. Azt eszközmódon kell használni az eszközt, de ami mögötte van, az nem az a lényeg. Az, amiben sokszor szoktam mondani, hogy a fontos alapkönyv lenne a pedagógus képzésbe, a Tanárember című könyv, amit egy ír szerzői írt, aki a New York-i Stuyvesant gimnáziumban tanított, és bárhol, bármilyen témát, bármilyen módszertani megközelítést alkalmaztak, mindig az emberhez jutottak el. Erről szól az iskola, ma is. Köszönöm ezt szépen. Szeretném megerősíteni azzal a dologgal, hogy ugye a technológiának a begyömöszölése soha nem oldotta meg. Én messzebbre mennék. Uh-huh. Akkor, amikor a 60-as években ugye a televíziózás megindult, és bevezették az iskola televíziót. És akkor mindenki igazodott ahhoz iskolában, hogy na most iskola televízió van, volt az egy televízió az iskolában, és oda mentnek a csoportok. Uh-huh. Nem oldotta meg igazából azt a szerepet, amit szántak neki. Későbbiekben jöttek az írásvetítők, lapoztuk a fóliákat, keresztül színes, ilyen, olyan, amolyan, telerajzoltuk. A gyerek nem tudta, hogy készült az ábra, egyszer csak ott volt neki, nem tudott vele mit kezdeni. Jöttek a videómagnók, dugiszáltuk jobbra-balra, fölvettük a filmeket, nem fogta meg őket. Most ott van a digitális tábla. Számtalan dologra jó, de arra, hogy a pedagógust helyettesítse, arra semmiképpen nem jó. Tehát alkalmazni kell, szükséges, hiszen nekünk magunknak is haladni kell azzal a technológiai fejlődéssel, ami van, de nem ez oldja meg a problémát. Igen, ez egy rettenetesen fontos dolog, hogy a pedagógus hogyan tud kommunikálni, tehát, és ráadásul most már nem is csak az a lényeg, hogy mit mond, hanem azt, hogy amit mond, azt hogyan mondja. Most már lassan olyanoknak kell lenni a pedagógusoknak, mint a jó politikus. Tehát azt mondják, hogy a jó politikusnál azt nézik az emberek, hogy amit mond, azt hogyan mondja, és most már ezt próbálják valamilyen szinten. Bár én ezzel némileg vitatkozom. Persze, most nem arról van szó, hogy a pedagógus az egy stand-up comedy-t tartson az óráin, és elszórakoztassa az osztályt, és így adja át a tudást. De nyilvánvaló, hogy másképp állnak hozzá a pedagógushoz, aki egy kicsit lazábban tud viselkedni. Vagy a gyereknek, tehát a gyerekeknek megfelelően, tehát gyerek és gyerek közt, osztály és osztály közt, csoport és csoport közt, akkor a különbség, és a tanárnak minden csoporttal a legjobbat, minden csoportból a legjobbat kell kihozni magából, akkor másképp, de a legtöbbet kell adni. És ez a pedagógus képzésnek az egyik non plusz ultrája. Visszaadom Iker Jánosnak a szót. Én csak azt akartam mondani, hogy ez ugyanolyan a
tanítás, mint az összes nagy dolog az életben. A szerelem vagy a kalandos élet. Aki tudja, csinálja, aki nem, az beszél róla. Azért én óvatos lennék a politikusokkal. Bocsánat. Gyakorlatilag Obama elnökről mondták azt, hogy a lakosság jó nagy része nem azt nézte már, hogy mit mond, illetve nem arra figyelt, hanem azt mondta, hogy hogyan áll ki, hogyan van felöltöztetve, hogy jelenik meg, és ezeket a metakommunikációs elemeket fontosabbnak vélték jó néhányan, mint a tartalmat, amit mondott valójában. Tehát éppen ezért sok mindent, amit mondjuk ő ellen, az ellenfelei hát bevittek a kommunikációba, nem hitték el, mert azt mondták, hogy egy olyan ember, aki így áll ki, és aki így beszél, arról nem hisszük el ezeket a negatív dolgokat. Tehát ez egy érdekes történet. Egy pillanatra térjünk még erre az osztatlan tanárkérdésben lévő új ösztöndíj rendszerre vissza. Ez mit jelent, elnök asszony? Ez egy stabil, kiszámítható, és több lesz anyagiakban a támogatás a diákoknak? A diákoknak igen, tehát a bejelentés az a felvételi lezárta előtt pár nappal történt meg. A lényege az, hogy aki az osztatlan tanárképzésre jelentkezik, ösztöndíjban részesül, a hiányszakok esetében jóval magasabb, a szélesebb körben választott szakok esetében alacsonyabban, de igen, van. Tehát meg kell nézni. Akkor visszatértünk oda, ahol a műsor elején voltunk, amikor Ikeres azt mondta, hogy jogilag nem lehet szabályozni ezt a dolgot, de egyéb ösztönzőkkel lehet irányítani azt, hogy a gyerek merre menjen. Igen. Sajnálom kedves nézőinket, mert most én azt gondolom, hogy miután elköszönök önöktől, hiszen sajnos lejárt a műsorunk, és megköszönöm vendégeinknek, hogy itt voltak, és hogy gondolataikkal segítették ezt a témakört megértetni önökkel, ugyanis el kell önöktől búcsúzni, de ilyenkor mindig itt mi még maradunk. És most következik egy olyan rész, amelyben sajnos önök kimaradnak, felvenni nem tudjuk, de ez egy izgalmas történet jön. Azt gondolom, egy csomó minden bennünk ragadt még, és talán módunk lesz arra, hogy az önök nyilvánosság előtt itt ebben a televízióban folytassuk valamikor ezt a beszélgetést, esetleg akkor, amikor kiderül, hogy ősszel hogyan indulunk el itt az osztatlan tanárképzésre. Köszönöm a figyelmüket, önöknek köszönöm, hogy itt voltak még egyszer is. További szép estét, ha tehetik, maradjanak itt a csatornánkon. Viszontlátásra!